Köszöntöm nézőinket, Vig Gabriella vagyok. Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Bemutatjuk Illésné Erős Ágnes mesemondót. A mesék még ma is elvarázsolják a gyerekeket. András napi guzsajozás címmel tartotta meg záró rendezvényét a Garai Székelykör. Székelyek adventje. A bukovinai vallási hagyományokat és karácsonyi népszokásokat is megtartották. Disznóvágás a szekszádi székelyeknél, a közösségi élmény megélése volt a cél. Bátaszéken él Illésné Erős Ágnes, aki elhivatott abban, hogy a székelymeséket továbbadja. Történetein a gyerekek és az idősebb korosztály is jól szórakozik. Ágnes arról is híres, hogy az ő keze munkáját dicséri a bátaszéki székelyház berendezése is. Éles hallgattam, elmentem az emberhez, de soha-soha nem szeretem. Mikor jöttél a házba, én úgy érzettem, hogy egy nagy humá jeleszkedik rám. És mikor mentem, nekem jött fel az áldott nap. Én már két vagy három esztendeje azt gondoltam, s nem született gyermekem, de a másik két menyecskének sem. Öppeg ezért a kampa nemes mondta nekünk másként, csak úgy, hogy a Kösmarci Ádám őstermenyei. Ez akkoriban erős nagy szintén. Feltettem magamba, hogy én bizza nem leszek a Kösmarci Ádám őstermenye. Illésné Erős Ágnes nagyon szívesen mesél a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Olyan közegben nőtt fel, ahol a mese mindennapos volt. És egész életét áthatotta a hivatástudat, mellyel örökölt kultúráját tovább éltette. Én teljesen székely családba születtem, anyukám Isten segítség, édesapám Józsefalvi volt, és ők csak ezt a nyelvezetet használták otthon. És nekem nagyon... Tehát annyira hozzászoktam, hogy nem volt furcsa, és a mese az úgy jött, hogy szerettem volna magamat kipróbálni. És otthon így gyakorolgattam, már 20 éves koromba, és elmentem az első mesemondó versenyre, amit Bonyhádon a könyvtárban rendeztek meg, Emma néni, Kelemen Emma néni, és szép eredményeket értem el, és akkor így menegettem minden évbe. Akkor volt az első kakasdi, ott is, és akkor utána meg már úgy voltam vele, hogy megvoltak a díjak, amiket akartam, akkor már úgy voltam vele, hogy inkább tanítom a gyerekeket most már. A mesék Sebestyén Ádám gyűjtésének eredményei, ami persze mindig egy kicsit átváltozódik, hiszen ahány alkalom, annyi féleképpen hangzik el. Amerre járok, mindenhol keresek mesekönyvet. Vagy találok, vagy nem, de általában Aldunáról is hoztam már bukovinai meséket. A rohanó és a világhálóval teletűzdelt gyermeki élet tele van egészen más típusú és feldolgozású történetekkel, mégis a legkisebbek szívesen gyűlnek még ma is a mesélő köré. Tavaly is volt 4-5 kicsi, aki hát eljöttek, mert most már van hova menni, eddig nálam otthon volt ez a gyakorlás, és most már itt van a székelyházban, van egy helység, ami direkt szóltam a szülőknek, akinek van fölösleges könyve, vagy játék, társas játék, mert ugye nem lehet másfél órán keresztül nyúzni egy gyereket, tehát ilyen egyéb dolgokat is beviszünk, bevarázsolunk ezekbe a tanulásokba, és igen, jönnek, a kicsik inkább jönnek, a nagyobb bacskák is, de kevés. Kevés a nagy gyerek már. Óvodában dolgoztam, és mind adus. Ott mesélgettem én, de én igazából a felnőtteket szoktam megszólítani a mesémmel. Ahhoz vagyok jobban szokva, vagy nekem az jobban fekszik. És hát, ha így elhívnak valahova szerepelni, nagyon szívesen megyek, és tényleg, főleg az idősek, mert már kitanultunk ebből a beszédből sajnos, újra vissza kellene ebbe szokni, az énekeket is székelyesen kellene, tehát, és nagyon nehéz, mert nem mindennapi nyelv. Szeretek rövidet mondani, és csattanóst, mert mikor elkezdem, és se eleje, se vége, az engem zavar. Tehát legyen rövid, inkább mondok kettőt, de az akkor hozza meg a hatást. Trézsinnek lett 8 gyermekes, Emrémnek lett 6, még azoknak is a gyermekei. Ha biztosan megbocsájt a Jóisten sajogja felől veszem. Mert tudjátok, ezen a világon a legnagyobb dolog a szerelem.
Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társval kevés, olyan, mintha örökké homályba vonnál. De ha van, kit szeres, s tégedes szeretnek, akkor örökké sütre állnak. Ágnes a mesélésen kívül a bátaszéki székelyház berendezésében is szerepet vállalt. Tamás Istvánné Ibolyi nénivel rendeztük be annak idején a tájházat, ott is nagyon sokat segítettem, és ő megtanított ágyat bevetni, megtanította, hogy melyik a hosszú párna, melyik a németes párna, az ilyen lepedő, az olyan lepedő, és amikor Ibolyi nénénk meghalt, akkor az idősek hozzám hozták a megóvott kincseiket, és én nagy szeretettel rendbe raktam őket otthon, direkt egy szekrényt csináltattam, hogy az emeleten, hogy meglegyen minden, és most eljött ennek az ideje, és ide került minden, amit sikerült összegyűjtenem. Nagyon szívesen hoztam ide. Kakasról is kaptam egy egész vetett tárgyat a vőmtől, úgyhogy a fele András falvi, a másik fele József fali a szobának. Az is kiderült a beszélgetés közben, hogy bizony annak idején volt rivalizálás a bukovinai falvak lakói között. A hallomások szerint volt, amikor még ott kinnéltek, akkor igen, igen. De most már szerintem mindenki, ha találkozunk, örülünk egymásnak, mert egyre kevesebb az ilyen összejövetel. Vagy nincs rá kereslet, vagy nincs rá pénz, vagy... Megváltozott a világ sajnos, és nem jó irányba, úgy gondolom. Én is minden rendezvényre, amire csak tudok, nagyon szívesen elmegyek, mint vendég, és örülök minden találkozásnak, mert ki tudja, mit hoz a holnap. András napi guzsajozás címmel tartotta meg záró rendezvényét a Garai Székelykör Egyesület. A programon a kézműves foglalkozás mellett a csoport apraja nagyja színpadra lépett, illetve Bogyiszlóról is érkeztek vendégek. Ilyen különleges díszt is készíthettek azok, akik ellátogattak a Garai Művelődési Házba, ugyanis nemrégiben tartotta meg a helyiek által egész évben várt évzáró programját a helyi Székelykör Egyesület. A mai rendezvény az András napi guzsajas nevet viseli. Az Egyesületünk évzáró eseménye, úgymond. Ez a rendezvény is fejlődött az évek alatt, korábban csak a tagságnak volt, de aztán bővült az évek folyamán a házastársakkal, majd a közeli hozzátartozókkal, barátokkal, azután fellépő csoportokkal, báli zenekarral, vagy népzenekarral, táncházi zenekarral. Úgyhogy eljutottunk a mostanáig a közel 20 éves fennállás alatt a legtöbb vendégünk talán ma lesz, és nagyon sok fellépővel, szép műsorral készültünk. A Garai Székely asszonykórus fog nekünk énekelni, és három gyerek, illetve felnőtt tánccsoportunk fog fellépni, a Garai Aprók, a Garai Nagyobbacskák, és az ifjúsági tánccsoport fog táncolni. Ilyenkor számot adnak a művészeti csoportok is a tudásukról, de egyfajta kikapcsolódás is, hiszen délután már kézműves foglalkozással kezdtünk, stílszerűen adventi koszorút készíthetett mindenki, ezután következik a kulturális műsor, majd következik egy vacsora, ami székely specialitás, galuska, töltött káposzta, amit a mi székely asszonyaink készítettek az eredeti bukovinai recept alapján, hogy ez mindig nagy öröm, és mindenki nagyon várja. Vacsorát követi egy táncház, ami 11 óráig tart majd. Mindez alatt a konyhában már jóvában főtt az 1600 darab töltött káposzta. Ez már olyan háromnapos téma, főleg a tegnap. Hát nem, hogy háromnapos, mert már előtte le kellett fonnyasztani a káposztát. Azt ugye már egy jó ideje megcsinálták az asszonyok, a székely kórus asszonyai, és akkor azt lefagyasztottuk, és akkor a tegnapi nap pedig kezdődött a töltés. Ugye akkor már megvoltak a lapkák, és akkor a tegnapi nap 40 kiló húsból, és akkor a rizs, meg ami ugye hozzávaló kellett, akkor tegnap szintén olyan 9 óra körül elkezdték az asszonyok, és délután 3 órakor kész lett az 1600 darab káposzta. Az alapanyag ugye a savanyú káposzta, akkor a főtt daráthús, rizs és a fűszerek, meg hát a sok-sok szeretet a székelyektől, ami árad. Egy nem az a jó gazda,
András nap ugye a paraszti világban is egy záró nap volt, tehát ilyenkor ugye munka, a kinti munkáknak vége, mindenki ugye megpihen, és esetleg összejönnek a Guzsajasba otthon a családok, szomszédok és benti munkával folytatódik, illetve szórakozással, és ez a szórakozást tartottuk meg, a munkát már nem hoztuk ide be. Esetleg az előtte az előkészületek meg az elpakolás, ami sok munka, de a mai estér úgy érezzük, hogy megéri majd. Nem mondanám, hogy pihenünk, mert betlehemezéssel is foglalkozunk, a gyerekeknek pedig kitaláltuk a kántálást, és akkor karácsonyi dalokat tanulunk, karácsonyi dalokat fognak énekelni a faluban, illetve a betlehemesek járják a falut, és vidéki felkérésünk is van. Idén a vendégek ezúttal Bogyiszlóról érkeztek. Szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Garai Néptánc együttessel, és már két alkalommal is az elmúlt években a nyári tánctábor folyamán megtiszteltek minket azzal, hogy tudtunk itt vendégtanítóként részt venni a nyári táborukban, és most egy fellépés keretében sikerül fellépésen is megmutatkoznunk. Bogyiszlói táncokkal készültünk, és különböző hagyományos népszokásokat, egy istvánnapi köszöntőt fogunk bemutatni, illetve egy kukoricafosztást elevenítünk meg a színpadon. A hagyományőrző együttesünk két korosztálya dolgozik, egy ifjúsági és egy felnőtt együttessel, és most az ifjúsági együttes az, aki részt vesz ezen az eseményen. Az eseményen részt vett Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is, aki többek között arról beszélt, mennyire fontos, hogy a fiataloknak el tudják adni a hagyományokat. Úgy gondolom, hogy ez a, amit láttunk végül is az elét, az mindenképpen ad lehetőséget arra számunkra, hogy nem csak feltöltődjünk, hanem bizakodjunk abban, hogy tovább fog, lesz, aki tovább vigye ezt a kultúrát, amelyet mi is hasonló módon igyekszünk tenni. Advent csöndesebb időszak, hajnali szentmisékkel, arorátékkal. A székelyek nem csak a vallási hagyományokat, hanem a népszokásokat is megtartották. A bukovinai székelyek betlehemes játéka, a csobánolás, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokás, eredetileg házaló, népi színjáték. Ahogy a betlehemes játékának, úgy a történetének középpontjában is a szálláskeresés áll, hiszen a székelyek többször kényszerültek arra, hogy szülőföldjüket, lakóhelyüket elhagyva új helyen találjanak otthonra. Keresztes Andor Esperes kegyhelyi igazgató plébánossal, a Pécsi Egyházmegye székely referensével az adventről és a székely népszokásokról beszélgettünk. Mária Gyüdön még mindig elég mozgalmas az advent is. Igyekszünk ennek a csendességét, higgadságát megélni. Nagyon nagy lehetőség a hajnali misék. Nagyon szívesen jönnek az emberek. Ezt, mint székely gyerek is, kicsiként is megéltem, hogy otthon nem volt ugyan agapé, de a hajnali mise mindig egy lelki felkészülés volt karácsonyra. Fontosnak tartották az öregek is, hogy meghozzák ezt a gyerekek is azt az áldozatot, hogy igen, fölkelünk előbb ezért. Fölajánljuk, így is készülünk lelkileg karácsonyra. A hajnali miséknek mindig megvan a hangulata. Ez a fél homály a templomba, nem kapcsolták föl a villanyokat, általában több gyertyafény volt, és magába a régi adventi énekekbe volt, úgy gondolom gyerekként a varázsa ennek a hajnali misének, hogy mindenki fáradtan is, de egy szívvel, lélekkel ott volt, és
megéltük azt a mély közösséghez való tartozást, ami segített bennünket az advent folyamán a felkészülésre. Én nem emlékszem, hogy annak idején mi akkora karácsony ajándékokat kaptunk volna. Én mindig úgy fogalmazom meg, hogy valahogy mi úgy egymásnak voltunk az ajándékai Szent Karácsony estén, és ez nagyon fontos dolog volt. Még a székelyeknél szokás volt, hogy borbála napon vágtak egy cseresznyefa ágat. Nem tudom miért cseresznyét, azt bevittük a szobába, beleraktuk egy vázába vízzel, és az karácsonyra ott a melegbe kivirágzott. Ennek olyan jelképe volt az újjászületés, hogy mégis a születendő királyt friss virággal vártuk, ez egy jelkép is volt. Nagy dolog volt ugye a csobányolás, a Hadikfalvi Betlehemnek az előadása, hogy járni házról házra, bemutatni azt, és annyira mély értelmű volt ez az egész misztérium játék, 20-25-en esetleg 30-an összeálltunk, és nek vannak különböző menete. Ugye a bekérezkedés, a szálláskeresés, ugye a csobányolóknak a beszélgetésük, és az ajándékkérés és az adománykérés. És ez is ugye a falut megmozgatta, a fiatalokat is a közösségbe terelte őket. Erdélyi hagyomány volt viszont a szálláskeresés, hogy december 15-től kiválasztani 9 családot, vagy a Szent Család szobrával, egy kicsi szoborral, vagy egy szentképpel járni a falut. Ez is a karácsonyi lelkületnek, a befogadásnak a jelképe, hogy nagy bizalom, ha valakit te beengedsz az otthonodba. És akkor vittük a Szent Család képet, és ki ahol érte. Szobába leültünk, imádkoztunk, és minden nap az a család vitte a másik családhoz a képet. És ez is egy nagyon mély dolog volt, és ennek is, itt is Mária Gyüdön próbáljuk ezt újraéleszteni. Tavaly a Siklósi templomba tartottuk a szálláskeresést, hogy most már nehezebb volt megoldani, hogy mindenkihez úgy bejutni, de a templom az mindenki, és akkor megtartottuk ezt a 9 napon át, ezt a karácsonyvárást. Az agapéknak is nagy jelentőségük van. Ez nem egy ilyen vásári hangulat, hanem hazajönnek a fiataljaink sokszor hétvégére, szombatra, gyertyagyújtásra. Ők is fontos, hogy egy közösségbe érkezzenek, hogy mi várjuk, hogy lássák, itthon van egy ilyen vallási közösség, ami számukra is nyitott, ahova jöhetnek. És ez így fontos az agapé szempontjából is, hogy tudunk beszélgetni kötetlenül a mise után, az imádság után, és még utána kezdjük majd a pásztorjáték próbát, amit Mária Gyüdön eddig felnőttek adtak elő az éjféli mise előtt. És erre is ezek az alkalmak nagyon jók. Most adventben egy 3 napos lelki gyakorlatot tartunk a hívek felé. Gábor atya fogja tartani, ugye most érkezett hozzánk szeptemberbe, és ő fogja tartani ezt a lelki gyakorlatot a templomba. Ezért is fontos, hogy a közösség együtt készül, a karácsonyra lehetőséget adunk, a szentgyónásra, beszélgetésekre, itt együttlétre, agapék lesznek ugyanúgy a szentmisék után, és az egyház községgel, illetve a mi segítőinkkel mind a 3 nap találkozok itt egy kötetlen beszélgetésbe, itt a kolostor ebédlőjébe, ahol tovább beszélgetünk, tervezgetjük már a jövő évet. Vannak rokonaim, most voltam otthon, Csibi Krisztina hívott haza, a plébánián tartottam egy adventi elmélkedést, szokatlan módon majdnem 60-an voltunk, nagyon örültem neki, Kisdorogon majdnem még ott a rokonságomnak a 3/4. És minden hónapban megyek Kisdorogra, egyrészt a temetőbe is,
és egy-egy rokon mindig föl szoktam keresni. Csak sajnos kevés az idő erre, meg nagy a távolság innen. Most már karácsony előtt nem jutok haza, elmúlt héten voltam otthon, ezen az előadáson, és akkor egyik rokonomnál, unokatestvéremnél ebédeltem, majd kimentem a temetőbe délután, és este volt az előadás, és jöttem is vissza. Majd az új esztendőbe igyekszek hazamenni. Az Aldunáról, Hertelendi falváról is érkeztek vendégek Szekszádra, a hagyományos székelydisznóvágásra. A vendégek nem jöttek üres kézzel, egy olyan könyvet hoztak, amelyből megtanulhatóak a székely varottas minták. Nagy volt a sürgős forgás a szekszárdi székelyházban. Sok vendéget vártak, így igyekezni kellett, hogy a vacsora idejében elkészüljön. Az esemény kárvallottja az a disznó volt, mely bontófára került, és ami alapanyagul szolgálhatott a közösségi rendezvényhez. Mert az együtt töltött idő erősíti a kötődést, és ezt a bukovinai székelyek erősen szem előtt tartják. Galuska a lényeg az egészben. Itt nem lehet más, csak a Galuska a fő étrendünk. A Galuska minden Magyarországon élő népcsoport konyhájában megtalálható, ki így, ki úgy nevezi, köznepi nevén a töltött káposztáról van szó. Teszünk töltött káposztát, és akkor közéje az aljára is, középre is, tetejére is teszünk zsarnok káposztát is. A konyhában is nagy volt a sürgölődés, sültek a húsok, készültek a májak. Persze egy disznóból nem csak töltött káposztát lehet készíteni, főleg ha több mint 60 embert akar jól lakatni a vendégfogadó. Felfüstöljük a kolbászt, meg egy csonkát fogunk felfüstölni, és majd úgyis az év folyamán alkalmasint gasztronómia jegyébe ezt mi el fogjuk fogyasztani, úgyhogy kárba nem vész egy falat se, úgyhogy én úgy gondolom, és most pedig a mai menünk, hogy főzzük a orjalevest, vagy a csontokból a levest, csinálunk pecsenyehúst, most délbe az lesz majd, és estére pedig a hurkát kolbászt fogunk sütni, és töltött káposztát, az a hagyományos, úgy mondjuk mi, hogy galuskát. Látod, itt is annyian vagyunk, hogy kicsit már lehet, hogy sokan, de öröm részemre, hogy mindenki szívesen jön, és főleg a vacsora is az a másik, hogy együtt legyünk, és én szerintem úgy, hogy ahogy itt a püspök úr is itt volt, tartott egy tájék, vagy előadást, megérintett, ahogy mondta, hogy nagyon fontos, hogy tartsuk a közösséget, mert a közösség ereje az fontos, hogy az a kis közösség, amiben mi vagyunk, hogy együtt legyünk, együtt gondolkodjunk, és egymás gondjairól is tudunk kicsit jobban foglalkozni. Úgyhogy én szerintem ez a disznóvágás is ilyen, hogy ilyen közösségformáló ereje van. A vendégek között volt az aldunai bukovinai székelyek küldöttsége Hertelendi falváról, akik egy korábbi szekszárdi vizitet viszonoztak mostani látogatásukkal. Nekünk ott az Aldunán, ahol nagyon kevesen vagyunk bukovinai székelyek, ez a feltöltődés és az erőt ez ad a további munkához, hogy tudjuk, hogy vannak barátaink, akikvel együtt lehetünk ünnepekkor, akikre számíthatunk, és akik szívesen jönnek hozzánk, hogy meglássák, hogy hol élünk, hogy élünk. Mi ott a tömbbe, szóval mi kisebbségben vagyunk, nem csak mint bukovinai székelyek, hanem mint magyarok. Mert Vajdaságban is kisebbségben vagyunk, nagyon távol vagyunk a vajdasági tömb magyarságtól, úgyhogy ez az oka annak, hogy nekünk, talán ez is egyik oka, hogy a nyelvünket is jobban meg tudtuk őrizni a maga valóságában, mint itt az ide telepített bukovinai székelyek. És ahogy illik, a hertelendi falviak nem érkeztek üres kézzel vendégségbe. Egy rendkívül értékes kiadvány gazdagítja mostantól a bukovinai székelység mintakincsét összegző kézikönyvek sorát. A 2000-es évek elején Kemény Mária, ő inkább gyűjtő volt. Ő összegyűjtötte a régi kézimunkadarabokat, textiliákat, és arról gyűjtötte le a mintakincset, azt adta ki könyvbe. Most Mária továbbfejlesztette úgy, hogy a saját kidolgozásait, a sarokminták megoldásait, ezt jelenítette meg, úgyhogy könnyíti a kézimunkázók munkáját. Nagyon időigényes, nagyon türelem kell hozzá, mert ugye szálánvarottas, minden apró szemet külön kell, amikor a mintába belenéznek, akkor el lehet képzelni, hogyha egy nagy asztalterítőt kell kivarni,
Márika úgy fogalmazott, Erős Mária úgy fogalmazott a könyvbemutatón, hogy időben nem lehet mérni a kézimunka kidolgozását, hanem a cérna kilométerekbe való számlálását. A kiadványt a hertelendi falviak eljutatják majd minden közösség számára annak érdekében, hogy a mintakincs eredeti formájában maradhasson fent. A mintákat, mondja Lőcsei Ilona, nem csak varni, szőni is lehet, így a székely szervezetek által szervezett különböző szakkörök nagy haszonnal tudják majd forgatni. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!